Kerepes Szent István napi ünnepsége Szent Misével és kenyérszenteléssel vette kezdetét, majd a résztvevők a Forrás Művelődési Házban gyülekeztek. Itt elsőként Farkas Domonkos és Manninger Ágota lépett színpadra. Ősföld büszke népe, ez a te végzeted öröcsi öröksége. Erős, gazdag vár vagy, de az örök törvényt, amit az Isten ráadott, vállalnod kell önként, hogy beteljesüljön győzelmes végzeted. Úroltára te vagy, emel fel a fejed. Ünnepi beszédében Franka Tibor polgármester István király emlékét idézte. Ez az ünnep sehol máshol nincsen. És ez arról szól, hogy ma ebben a hazában vagyunk. Ennek a lényege az, hogy Magyarország számára a lét, a fennmaradás sarokpillére volt István király ténykedése. Mert ott voltunk akkor is, ahol most vagyunk, jó lehet sokkal nagyobb. Volt a részünk a Kárpát-medencében, ott voltunk kelet és nyugat között. Oda szorultunk, mint az ég. Mondják is írók, hogy a magyar ember az hasat lelkű. Mert kétfelé kell néznünk öröké, és kétfelé sem tudunk megegyezni öröké. Dönteni kellett tehát, hogy a német-római birodalomhoz akarunk tartozni valamilyen gépen, vagy Bizánchoz keletre akarunk tartozni. Ma már megmondani, hogy Istvánnak mennyire volt igaza, igen nehéz lenne, mert a ha kategória ugye a történetben nincsen. Mi lett volna, ha Bizánchoz csatlakozunk, nem tudjuk. István úgy döntött, és ezért megtett mindent, hogy a nyugathoz csatlakozunk, de nem abban az értelemben, hogy hétköznapi nyelven szólva le is fekszünk. Aki olvasta, tudja, hogy István királyunk a koronát a pápától kapta. Nem a németek. És nem is feküdt le nekik, hiszen 1030-ban, tehát 30 évvel államiságunk, keresztésünk felvételét követően a németek Konrád császár irányításával már támadják Magyarországot. István persze megnyeri ezt a háborút, mint a többi is életében. Nincs tudomásunk arról, hogy bármely háborút vagy csatát elveszített volna. Tehát megőrizni a függetlenséget, magyarnak maradni a két nagy hatalom között. Ez akkor is nagyon nehéz volt, és ha belegondolunk, a mai napig nehéz. Mert hol támadnak keletről, hol támadnak nyugatról. És ez ma is. De István döntött, és ami a legfontosabb, hogy azt mondta, elsősorban az Isten hit a kereszténység, amely megtartó erő, másodszorban a törvényesség, a jog, amely rendet vesz. Harmadsorban pedig a munka gyümölcse, a kenyér, amely a megéletét biztosít. Ennek rendet van mit? István példát mutatott a kereszténységben, a törvényességben és a munka elismerésében is.
A rendezvényen arató műsorral lépett fel a Kerepesi Pávakör Hagyományőrző Egyesület Pávaköre és Kisvirág tánc csoportja, kiegészülve az Aranyeső Nyugdíjas Klub és a Kistarcsai Pannónia tánc csoport hagyományőrzőivel.